Ez fönn volt a Vág megye házának, az épületnek az oldalán volt. Ilyen kincseket is rejt a Vosinszky-Mór megyei múzeum padlása. Az intézmény idén is biztosított egy olyan napot az évben, amikor az érdeklődők nem csak a hagyományos tárlatokat tekinthették meg. A programon való részvétel egyik feltétele a zseblámpa volt, hiszen a tárlatvezetés a padláson kezdődött. A pincétől a padlásig kiállítás vagy tárlatvezetés tulajdonképpen a múzeum a köszi fesztiváljának a keretén belül került megrendezésre. Valójában évek óta azt tapasztaltuk, hogy a gyerekeket, főként a gyerekes családokat érdekli nagyon a padlásnak a témája, az ott található csontok, régészeti leletek, az egész épületnek a történetében ilyenkor lehet betekintést nyújtani olyan helyekre, ahova máskor a látogatókat egyébként nem engedjük be. Tehát mivel ez mindig nagy érdeklődésre adott számot, ezért úgy gondoltuk, hogy itt a Múzeumok Közti Fesztiválján is bekerül a programsorozatba. Kulcsár Ágnes az unokáival érkezett a különleges tárlatra. Nagyon örülök, hogy eljöttünk. Interneten néztem meg a programokat, mert Balatonfüredről jöttek a kis unokáim, és szerettem volna egy kis programot, és nagyon meglepődtem, hogy itt ennyi gyerek van. Azt gondoltam, hogy ők majd különleges kis vendégek lesznek, de nagyon örülök, hogy ez ekkora érdeklődést kelt a szülőkbe, és a gyerekeket bevezetik a múzeum világába, mert végül is az a kultúránkhoz tartozik, és az kellő korba el kell kezdeni gyakorolni. És nagyon-nagyon, nem jártam még én itt lent, és nagyon meg vagyok lepődve, hogy milyen jól föl van készülve a múzeum a gyerekeknek a képzésére és szórakoztatására. A program során olyan izgalmas dolgokat is megtekinthettek a látogatók, mint a padláson tárolt, még ki nem állított régészeti leletek, vagy a gyerekek számára már őskövületnek tűnő tárcsás telefon. A tárcsás volt ott, hát tudod, a piros, a mamáikra emlékszel? Ugyanilyen, és csak a piros. Akkor te tudod. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a szülők választják a programot, de a gyerekes családok jöttek el régebben is, meg most is. Ez pont ez miatt, mert valójában én azt gondolom, a múzeummal való megismertetés egy ilyen játékosabb, kedvesebb formában, amikor lámpával mehetünk föl a padlásra, meg lejövünk a pincébe, és az érdekességeket mutatjuk meg a gyerekeknek. Talán ez közelebb hozza a múzeum világát a gyerekekhez, és ez egy jó választás ehhez. Az intézmény padlása sok titkot és lehetőséget rejt még az érdeklődők számára. Vagyok. És már nagyon-nagyon régóta betettek ide a robotjaim. Gondolom, azok a következők, akik megpróbálnak visszabadítani. Izgatott suttogás és egy segítségkérő hang hallatszik az egyik zúgból. Élő szereplő szabadulószobába tehették próbára magukat azok a bátor jelentkezők, akik felmerészkedtek a múzeum sötét tetőterébe. Masinák a sötétben, avagy Günther professzor rejtélyes kiszabadítása címmel szerveztek újabb kalandos eseményt a rendkívüli helyszínen. Az ötlet a 608-as számú Scola Caritatis cserkés csapattól származott. A cserkészek már dolgoztak együtt a múzeummal, a múzeumok éjszakáján is, csak akkor nem szabadulószobát, hanem ilyen kalandjátékot csináltunk. És akkor már voltunk itt fent, és láttuk, hogy elég jó lenne ez a padlás ilyen célra is, csak sajnos nyáron nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy egy őszi programot néztünk, és az igazgató mondta, hogy esetleg akkor az őszi fesztiválon megcsinálhatnánk, úgyhogy akkor megpróbáltuk ezt ilyen őszi fesztivál keretein belül egy napon egy szabadulószoba sorozatban megvalósítani, és ez a második csoport most mennek. De minden szabadulószoba más, itt aztán meg pláne, mert itt a múzeum padláson azért nem lehet mindenhez hozzáérni, meg mindent átforgatni, sőt, majdnem, hogy semmihez sem lehet úgy hozzáérni, hogy felfordítjuk, megnézzük, csak az, amit jelezve van, de hát röviden tömören annyi, hogy ki kell szabadítaniuk egy bizonyos személyt, és ki kell jutniuk vele együtt a padlásról, és akkor ennek van egy ilyen keret meséje, amit mi elmondunk nekik.
Günther professzor kiszabadítására nagyjából 50 perc állt rendelkezésre. Az egész napos programra előzetesen kellett jelentkezni, és 7 csapat vett részt a kalandos megmentésben. Mindkét eseményre nagy volt az érdeklődés, ezért a jövőben a múzeum dolgozói a cserkész csapattal együttműködve szeretnének hasonló jellegű játékokat szervezni.